Fontos környezeti nevelési program indult el a Török János Református Mezőgazdasági és Egészségügyi Technikum és Szakképzőiskolában. Ennek kapcsán érkezett a diákokhoz a fiatalokból álló Highlights of Hungary csapata is. Ez egy non-profit kezdeményezés, ők nagyon fontos magyar és fiatal teljesítményeket szoktak díjazni, és amiután díjazták, ők rócsószerűen körbejárják az intézményeket. Mi több, nekünk van egy saját projektünk, amelyben a kedves kollégáink 2,5 millió forintot nyertek környezeti nevelési programukra, és itt a két dolog összeért. Ők is szerettek volna jönni hozzám, mi pedig nagyon örülünk egy ilyen rendezvénynek. Kettő embert fogunk meghallgatni, a felelős gasztrohőst és a PET kupának a vezetőjét, őrőlük szerintem már sokan hallhattak. Ez a diákoknak nagyon fontos lesz, hiszen fiatalokat, majd, hogy nem közülük valókat fognak látni egyrésztről, másrészt ők is megtehetik, ez a cél ezzel. Az elnyert 3 millió forintból egyebek mellett szeretnék azt is megvalósítani, hogy a szelektív hulladékgyűjtés ne csak az iskolában valósuljon meg, hanem utána is szelektíven jusson el a megfelelő helyre. De a pályázat fontos része az is, hogy kerteket építsenek majd. A környezeti nevelést egy egész munkacsoport, munkaközösség végzi, hangsúlyozta Falusi Róbert, ökoiskola munkaközösség vezető. Abból a célból, hogy fel tudjuk készíteni a diákjainkat az élet olyan dolgaira, ami a környezettel kapcsolatos, és nagyon fontosnak találtuk azt, hogy minden olyan lehetőséget, ami ezzel kapcsolatban megjelenik, azzal élni tudjunk, és a csapatunk ezáltal összetudott állítani egy olyan környezeti nevelési programot, ami a Humusz Szövetség és a Gammapolis Nonprofit Kft. Jóvoltából került meghirdetésre, ami lehetővé teszi számunkra azt, hogy meg tudjuk valósítani a programjainkat különböző eszközök segítségével. Az intézményben már működik az úgynevezett zöld diák önkormányzat, és a tervek között van az is, hogy helyi szinten a város többi iskolájával együttműködve egy zöld diák parlamentet hozzanak létre.